Apa, meddig kell még várnom rád? Jössz már végre, játszani akartunk. Igen, persze, már jövök is kincsem. Anya, nem így kell játszani, mit csinálsz, al szól? Nem, Emma, most nem játszok, éppen egy torna gyakorlatot végzek, de mindjárt befejezem, és már játszhatunk is. Rendben, akkor felmegyek, aztán az egész család játszott, apás-anyás gyerekes játékot, jó lesz. De most nem anya és apa lesznek a szülők, hanem én. Én leszek anya. Mindenki az én babám lesz. Hanna, kész vagy? Éppen játszani szerettünk volna, már háromszor mondtam ma nektek. Jaj, ma én pedig már háromszor mondtam neked, hogy olvasok, hagyd már végre békén engem. Hanna, ne legyél már ilyen, gyere, nagyon jó lesz. Pia, te is játszhatsz velünk. Kitalálhatod, hogy baba szeretnél lenni, vagy háziállat? Jó, ilyen, ez nem lehet igaz, hogy mert minket békén, engemet is és a házi állatomat piát is. Akkor csak mondd azt, hogy mindjárt jössz. Rendben, akkor találkozunk. Anya, apa és hona már megvannak, most már csak Julián hiányzik. Julián, mit művelsz? Tudod, hogy játszani akartunk. Talán álmodban nem, én nem játszok. Remek. Ha nem, hát nem. Akkor a többiekkel játszok. Nos, mindjárt jön anya, apa és hana, és játszunk a pársanyás gyerekes játékot. Én leszek az édesanyja, mert én vagyok a baba szakértő. Értek a babákhoz. De hol vannak már? Már vagy száz perce várok itt. Sőt, már most száz egy perce. Nem is vagyok benne biztos, hogy még játszani akarok. Ez olyan uncsi, pedig még el sem kezdtük. Akkor megnézem, hogy hol vannak a többiek. Jaj, Emma, te most komolyan azt hiszed, hogy a többiek majd játszani fognak veled? Természetesen. Azt mondták, hogy játszanak velem, de lehet elfelejtették. Az emberek már csak ilyenek. Anya, emlékszel, hogy játszani szerettél volna velem? Miért nézed akkor a tévét? Jaj, Emma, igazad van, elfelejtettem. Úgy elfáradtam az edzésben, hogy egy kicsit pihenni szerettem volna a kedvenc sorozatom mellett. Ó, sajnálom. Jaj, ne, apa, már te is. Emma, csak halka a, nap a biztosan nagyon elfáradt a nehéz munkájában, hogy hadaludjon. aludjon. Ez nem lehet igaz, játszani akartunk, erre most meg alszik, apa. Ez bunkóság, mindenki megígért, hogy játszik velem, most mégsem játszik velem senki. Remek. Hol fog el család, nem akar velem játszani, akkor keresek másik családot. Anya, hol vannak még gyerekek? Micsoda, gyerekek? Hát az óvodában és az állatkertben. Na jó, az utóbbiban nem, az csak vicc volt. A kórházak csecsemő osztályán meg fogalmam sincs. Sziasztok, gyerekek! Én Emma vagyok, a baba szakértő. Ma én vigyázok rátok. Úgy látom, ügyesen alszotok. Szép álmokat nektek. Megringassam egy kicsit az ágyadat? Mit csinál egy baba szakértő, ha minden baba alszik? Nem tudom. Á, fog elem a baba szakértő, már sokat hallottam önről, nagyon jól bánik a gyerekekkel, örülök, hogy meglátogatott minket itt a kórházban. Már előkészítettem a cumi üveget, nyugodtan megetetheti a gyerekeket. Rendben, már intézem is, egy perc és kész is vagyok. Mondtam, én úgy egyszerű, szólj, ha kész vagy. Jó, ja, nem is tudsz még beszélni, majd észrevesszük. Úgy látom, már nem kérsz többet, akkor visszateszlek az ágyadba, már elegetettél. Te is szeretnél inni? Van még tej? Gyere, majd ringatlak a kezemben, jaj, te már egyedül is tudsz ülni. Na, minden babát megetettem, remélem most már aludni fognak. Meséljek nekik mesét, vagy énekeljek. Lehunyja kék szemét az ég, lehunyja sok szemét a ház, Dunna alatt a rét, aludj el szépen, kis Balázs. Ó, fógelem ma asszony nagyon jó munkát végzett. Minden baba ivott tejet, és már alszanak is. Micsoda meglepetés, ilyenre még nem volt példa. Ön tényleg egy igazi baba szakértő? Igen, én egy igazi baba szakértő vagyok. Ha segítségre van szüksége, csak szóljon. Klaudia, láttad már, Most voltam a szobájában. Játszani szerettem volna, most én is játszanék, ugyebár. De nincs ott. Micsoda? A szobájában kellene lennie. Nincs Juliannál is, Hannánál sem. Ki mehetett valahová? Jaj, ne! Azt kérdezte, hogy hol vannak még gyerekek. Lehet, hogy egyedül elindult valamerre. A játszótérre, vagy ki tudja. Martin, menjünk, keressük meg őt. Hát, ha itt van még a közelben, vagy látta őt valaki. Menjünk, keressük meg. Ha nem lesz meg, azonnal hívjuk a rendőrséget. Nem vesztegethetjük az időt. Claudia, egy pillanat. Itt van a kisem, ma csak elaludt. És még ő akart volna apás anyás gyerekeset játszani, és most ő játsza a babát, alszik. Jól van kincsem, beviszlek téged az ágyba. Jaj, a mi kis kincsünk, a mi kis babánk, remélem nem fog ő is olyan gyorsan megnőni, mint Julián és Hana.